A műsor főtámogatója, a Fit Aktív termékek hazai forgalmazója, a Panzipet Kft. Sziasztok, ez itt a Mancsvár című műsor, én pedig Panzaris Diana vagyok. Mint mindig, most is sok érdekes helyen jártunk, íme egy kis ízelítő. Zeus kutyus a műtőben. Örökbefogadó nap. Görénykedés, malackodás. Zsebkutyák egy jó ügyért. Előző adásunkban bemutattuk Zizit, a 4 éves Berni pásztor kutyust, aki már nagyon sántított az egyik lábára, ezért azonnali műtétre volt szüksége. Lássuk, hogy sikeres volt-e a beavatkozás. Zizinek nagyon fáj az egyik lába már egy jó ideje, sajnos ráállni sem tud rendesen. A bal első végtagjában ugyanis gyulladás és mészlerakódás lépett fel, ez okozza nála a tartós fájdalmat. Bal első végtagja. Végtaggal egy sántaság jelentkezett, nem túl régen, megvizsgáltuk, és egy tipikus, gyakran előforduló elváltozást találtunk a könyökizületében. Bizonyos, hát részben genetikai, részben fejlődési problémák okán egy kis csontdarabka leválik. Zizinek sajnos nem volt választása, azonnali műtétre volt szükség. Gazdia nagyon aggódik érte, pedig az orvosok nyugtatták, hogy a műtét nem annyira kockázatos. Zizinek először leborotválják a szőrt a lábán. Az altatásnál minden rendben zajlik. Ezt a levált úgynevezett izületi egeret el kell távolítanunk. Erre többféle módszer létezik. Korábban feltártuk a könyökizületet, és eltávolítottuk ezt a fragmentet. Viszont minden ilyen beavatkozás tovább traumatizálja az izületet, ami amellett, hogy gyógyító folyamat, némileg súlyosbíthatja is a dolgot. Most egy olyan eljárást alkalmaznak, ami nálunk embereknél teljesen hétköznapi, az állatoknál azonban ritkább. Az artroszkópos beavatkozás előnye, hogy nem ejtenek nagy vágást a kutyuson, mindössze 3 pici lyukon keresztül műtik. Ez pedig sokkal kisebb traumát eredményez. A műtét szerencsére zökkenőmentesen zajlott. Zizi ébredezik az altatásból és türelmesen vár gazdiára, aki hamarosan érte is jön. Igen, a bal lábra volt sántikálás, azért kellett most ezt műteni, de egy teljes vizsgálat volt náluk, tehát különböző röntgenek, úgyhogy nagyjából megnéztek mindent, illetve teljesen. Úgy látom, hogy elég szépen élegezett. A doktor úr megnyugtatja a gazdit. Helyre fog jönni kutyus a lába. Most még pár napig pihentetnie kell, de aztán már kutya baja sem lesz. Nem sokára ő is kedvére rohangálhat társaival. Magyarországon körülbelül 1 millió gazdátlan állat kóborol az utcákon. A gazdátlan kutyusok számára a menhely az egyetlen menedék. Az illatos úton évente többször tartanak örökbefogadó napot, ahol a szerencsésebbek új otthonra találhatnak. Nem könnyű a sorsuk az illatos úton élő kutyusoknak. Van, akit bántottak, mást éheztettek, kínoztak, vagy csak egyszerűen kitettek az utcára. De szerencsére minden évben kapnak egy esélyt arra, hogy szebb életük legyen. Az örökbefogadó napok alkalmával ugyanis a szerencsésebb kutyusok, mint például ő is, új otthonra és szerető családra lelhetnek. Úgy jöttünk, hogy csak körülnézünk. És aztán őt megláttuk, és beleszerettünk, úgyhogy már visszük is. Veszünk neki ennivalót, helye megvan, és aztán egy kicsit hagyjuk megnyugodjon.
Ezek a kutyusok általában mind közterületeken kóborló állatok voltak, akiknek az előéletük miatt nem olyan a viselkedésük, mint egy családban élő kutyának. Ezért a gondozóknak állandóan figyelniük kell rájuk, és a viselkedési zavarokat is kezelniük kell. Ha találkozunk egy kóbor kutyával, akkor a fővárosi önkormányzat állategészségügyi szolgálatához fordulhatunk vele. Ők átveszik tőlünk, és a megfelelő védőoltásokkal is ellátják őket. Nagyon-nagyon sok sérült kutya kerül be hozzánk, hiszen sajnos sok felelőtlen gazdi kiengedi, vagy véletlen, vagy pedig szánt szándékkal az utcára a kutyáikat. Ezek a kutyák nagyon sokszor baleset áldozatává válnak, közterületen elütött sérült állatoknak a jelentős része is hozzánk kerül be, tehát ezeknek az ellátása is a mi feladatunk, illetve a védőoltások, mikrocsipezés, műtétek elvégzése mellett ugye folyamatosan 100-100, sőt, amikor 150 kutya tartózkodik nálunk, tehát úgynevezett állományszintű kezelések is vannak. A kóbor kutyáknál súlyos problémát jelent az, hogy nincs meg az oltási könyvük, ezért a legfontosabb adatok és kórelőzmények hiányoznak. Az életkorukat a foguk alapján állapítják meg, illetve különböző fizikális vizsgálatokat végeznek a kutyusok egészségi állapotára vonatkozóan. Szinte minden kutya más. Itt az esetek túlnyomó többségben a kutyák közterületről úgy kerülnek be, hogy ott is éltek, tehát nem családban, nem emberek között, nem tudják, hogy hogy kell egy emberhez viszonyulni, nem érzik azt, hogy az ember közeledése nem mindig támadást vagy veszélyt jelent számukra, hanem szeretetet szeretnének átadni és gondoskodást. Az eseményen az Állatmentő Liga is részt vett, hogy segítsen a leendő gazdiknak megmutatni a kis és nagy, keverék és fajta tiszta kutyusokat, valamint, hogy felhívják a figyelmet a felelős állattartásra. Mi minden olyan eseményen, ahol az Illatos út örökbefogadó napot tart, mi ott vagyunk és próbálunk segíteni, illetve a fő támogatónk által megint hoztunk ajándékokat, minden örökbefogadó kutya mellé bólhacseppet adtunk. Érdeklődők szerencsére szép számmal érkeztek. Volt, aki sokáig gondolkozott és nehezen tudott választani, míg más azonnal beleszeretett egy kutyusba, és rögtön tudta, hogy ő kell neki. Így volt ezzel Szandra is, aki új kedvencének a találó Prézli nevet adta. Hát én vele szeretnék járni agilitizni, úgyhogy remélem, hogy jó sportkutya lesz, mert a másik két kutyám már 16 éves, és velük már nem tudok. Úgyhogy azért akartam ilyen kis fiatal agilis kutyát, hát ha beválik, remélem. Ebben az irodában történik az adminisztráció és a legfontosabb orvosi ellátás. A kutyusokat becsippelik, megkapják az új nevüket és az új gazdiukat is. Az eseményen egy nemrég bemutatott színházi darabból is olvastak fel részleteket, ami a kutya-gazdi közötti elválaszthatatlan kapcsolatról szól. Egy elhagyott kutyáról van szó, vagy egy kóborkutyáról, aki megismerkedik a gazdájával, és hogy és a kutya, hogy nyílik meg, vagy mi alapon kezdi el követni az embert. Aztán a későbbi történet az már nincs benne, hogy hogyan folytatódik a kettejük kapcsolata, csak tulajdonképpen az elejét mutatja be, és pont azért, mert itt ugye az örökbeadó napon is még a kutya-ember kapcsolatának az elejét látjuk. A 100 férőhelyes ebb telepen jelenleg 137 kutya tartózkodik. Szűkösen, de inkább így, mint hogy valamelyikőjüket el kelljen altatni. Szerencsére ilyen veszélynek egy ideje nincsenek kitéve az állatok. Az itt található kutyákat 15 napig a gazdájuk bármikor elviheti. Ha azonban ő nem jelentkezik határidőn belül, akkor az állat örökbefogadhatóvá válik. Sokszor hallom, hogy jaj, ők nem állampolgároktól hallom, hogy ők ide nem jönnek, mert annyi szomorú szemű kutya. Igen, pont ezért kell eljönni ide, és meg kell nézni, hogy az emberi felelőtlenségnek mi a terméke, mennyi kidobott, szerencsétlen sorsú állat van itt, és rajtuk segíteni kell. Az örökbefogadó nap jól végződött. Az újdonsült gazdik és kutyusaik is örömmel indultak hazafelé. Timi is nagyon örült annak, hogy fiatal kutyája mellé tudott itt választani egy társat. Hogy egy éves, nagyon félős, már szeptember óta benn van, de hát remélem, ha sokat foglalkozunk vele, akkor majd megbarátkozik velünk. A nagy izgalomban sokuknak még visszanézni sem jutott eszébe.
de azért sosem felejtik el az itt eltöltött napjaikat, és titkon biztos szurkolnak társaiknak is, hogy ők is ugyanilyen szerencsében részesüljenek. Minél előbb. A Vadászgörénytenyésztők Európai Egyesülete ezúttal is megszervezte egzotikus kisállat kiállítását, ahol versenyek, tombola és még sok más program várta a vendégeket. Vadászgörények, tengeri malacok, nyuszik, sünök, hörcsögök, egerek és csincsillák. Eféle kisállatokat tekinthettek meg az érdeklődők az egzotikus kiállításon. Számos kiállító jött el, hogy megoszta tapasztalatait az érdeklődőkkel az egzotikus állatok tartásával, tenyésztésével és gyógyászatával kapcsolatban. Az egésznapos rendezvény elsődleges célja pedig a felelős és minőségi kisállattartás népszerűsítése volt. Mivel sajnos manapság nagyon sokan vásárolnak felelőtlenül, tehát minden előzetes megfontolás nélkül a házi kedvencet, a rendezvénynek az a célja, hogy mielőtt házi kedvencet beszereznének az emberek, tájékozódhassanak az adott fajnak az igényeiről, illetve ők körbejárhassák őket, megismerhessék őket. Vadászgörényből nem volt hiány a rendezvényen. A görények a menyétfélék családjába tartozó kis ragadozók. Eredetileg rágcsáló írtásra és vadászatra használták őket. Az utóbbi időben azonban egyre divatosabb házi kedvencként is. A görények nagyon okos állatok. Hallgatnak a nevükre, és trükkökre is meg lehet őket tanítani. A rendezvényen különféle ügyességi versenyeken ezt be is bizonyították. Itt most például az a feladat, hogy minden akadálynál 3 másodpercig álljon a görény 2 lábon. De nem csak ügyesség, hanem küllem alapján is megmérettették magukat. Megnézzük, hogy mennyire szép tiszta, mennyire tiszta a bundája, a bőre, sebes, nem sebes. Mennyire mondjuk azt, hogy esztétikailag ő egy szép görény. Ő a hosszú karmai miatt kapott egy kis pontlevonást. Egyébként megdicsérték, mert mind a kinézete, mind pedig a mozgása olyan, amilyennek lennie kell, vagyis görényes. Kiállításon részt vett a Tengeri Malac Védő Egyesület is, akik ezeknek az állatoknak a mentésével foglalkoznak. Fő céljuk, hogy a mentett malacok jó helyre kerüljenek, ezért az örökbefogadás szigorú szabályok között zajlik, és sajnos csak minden 5. vagy 6. gazdi felel meg a kritériumoknak. Az emberek sajnos nem annyira tudják róla, hogy ők nem magevők, hanem főevők, tehát alapvetően mindenki azt gondolja, hogy egy kis tápot ad a malacnak, és akkor onnantól el van intézve minden, de a táplálkozásának 70%-ának szénának kellene, hogy legyen, különben a fogait nem tudja koptatni, és akkor onnantól kezdődnek a betegségek nála. A Magyar Hörcsögklub célja, hogy megismertessék a törpe és aranyhörcsögöket az emberekkel, valamint, hogy felhívják a figyelmet a felelős állattartásra, amelyben a megfelelő élettér kialakítása, az etetés és a betegségekre való odafigyelés is beletartozik. Nagyon sok megkeresés érkezik gazdiktól, hogy harap a hörcsög, vagy mi a probléma. Ebben az esetben akkor megpróbáljuk nekik először is átadni azt a tudást, amivel meg tudják védeni magát az állatot, hogy ne kerüljön állatkereskedésbe, ne kerüljön ki az utcára, hogy tudják megszelidíteni egy esetenként egy stresszes, harapós hörcsögöt. Elég szelídek, tehát a lógófülő az nagyon szelíd, úgyhogy ő nyugodtan igen, lehet simogatni, kézbe venni. És ide ágyon? Simogat. Nyuszik társas lények, egyedül nem érzik magukat jól. Ezért, ha tehetjük, vegyünk egyszerre 2-t, vagy akár 3-at is.
Tévhit, hogy jó őket salátával etetni. A salátában ugyanis olyan méreganyagok vannak, amik ártanak a szervezetüknek. Csak jót adnak, tehát az állatoktól csak jót lehet kapni, úgyhogy náluk, bennük nem lehet csalódni. Tehát ha az állat szeret, akkor az állat azt kimutatja, ha meg nem, vagy rossz kedve van, akkor ez, tehát őszinték. Igazi önzetlen barát, aki sosem hagy el, aki enyhíti a fájdalmainkat, megnyalja a kezünket és ott alszik velünk a hideg földön, csak hogy mellettünk lehessen. Legyen az kutya, macska, vadászgörény, nyuszi, hörcsök vagy süni. Vigyázzunk rájuk, és ne hagyjuk, hogy az utcára kerüljenek. A Fitaktív Kutyafest kiskutyák karneváját azzal a céllal rendezték meg, hogy adományokat gyűjtsenek a budaörsi menhely számára. Az összegyűjtött pénzt pedig a kutyusok ivartalanítására fordították. Február 9-én egy nem mindennapi esemény miatt gyűltek itt össze kicsik és nagyok, fajta tiszták és keverék kutyusok. Na és persze a gazdik. Mindannyian arra vártak, hogy elkezdődjön a kiskutyák karneválja, ami sok színes programmal várta az érdeklődőket. Volt, aki azért jött, mert indult valamilyen versenyen, mások örökbefogadási szándékkal, de olyan is akadt, aki egyszerűen csak egy kis szórakozásra vágyott. Azért jöttem ki, mert egy, szeretem az állatokat, kettő, nagyon fontos az állatvédelem, hisz mind a két kutyám talált kutya. Nem menhelyről hoztam ki, hanem utcán találtam és úgy fogadtam be. Azon kívül én úgy gondolom, hogy a közösséget is építi azt, hogy minél többen kijönnek el, itt lehet kutyákat is örökbe fogadni, úgyhogy hát ha ők is elkelnek. Karnevál elsődleges célja az volt, hogy a budaörsi állatmenhely számára gyűjtsenek adományokat, amit aztán a menhelyi kutyusok ivartalanítására tudnak fordítani. Az ivartalanítás fontosságára a rendezvény szervezője Miló Viki is felhívta a figyelmet. Nem csak Magyarországon, hanem az egész világon nagyon nagy probléma, hogy a kutyák is igenis túl vannak szaporodva, nem ivartalanítják őket, nagyon sok a kóbor állat, és hát természetesen szinte nap mint nap visznek be, nem is nap mint nap, hanem 2-3 óránként visznek be egy-egy kutyát a menhelyekre, és hát én nagyon fontosnak tartom az ivartalanítást, hogy ne szaporodjanak túl a kutyusok, és minden kutyus szerető gazdira találjon. A programok egy része a Dühöngőben zajlott, ahol a kutyák ügyességi versenyen vehettek részt. A 10 kiló alatti kategóriában Kifli, Ropi és Manó bizonyult a legjobbnak. A 10 kiló fölöttiben pedig Helga, Emi és Puba, akik gazdiukkal együtt örömmel vették át jutalmukat. Időközben pedig a színpadon a cukisági verseny is elkezdődött. A zsűrinek nehéz dolga volt, mert egytől egyig mindegyik kutyus cuki volt. Végül a két legcukibb kutyát újra kihívták a színpadra, hogy elkápráztassák a közönséget. Kettőjük közül végül Maszat, a spániel kutyus bizonyult cukibnak. A külön díjat pedig Hanna kedvence kapta, akinek Bebe a találó diszkó kutya nevet adta. Hát azért nagyon meglepődtem, de reménykedtem benne, mert nekem ő a világ legaranyosabb kutyája, de hát azért nagyon-nagyon sok szép induló volt a versenyzők között. A zsűri egyik oszlopos tagja Bíró Ica volt, aki kutyusával együtt érkezett a rendezvényre. Hát bemutatom őt, a Tamagocsi, tulajdonképpen július 30-án került hozzám. Sajnálatos, az előző kiskutyám Jóda Mester, az az 5. születésnapján, június 13-án meghalt sajnos. Nagyon megijedt egy másik, szintén családtag kutyustól, pedig épp az ő szülinapját ünnepeltük, és hát akkor egy másfél hónap depresszió, nagyon-nagyon hiányzott, és
Már úgy gondoltam, hogy nem is lesz többet kutyusom, mert nagyon fájt az elvesztése. De aztán, amikor 3 hónapos korában meglátta ezt a csöpséget, azonnal beleszeretett és magához is vette őt. Tamagocsi igazi alfa hím, aki egyben Ica lélekterapeutája is. A rendezvényen is nagyon jól szórakoztak együtt. Tudom, hogy ilyenkor ő nagyon boldog, az egyméretű pajtásaival játszik egy kicsit, és nagyon szívesen jöttem, úgyhogy jól viselkedett, ugye? Végignéztük, hogy milyen ügyesek a többi kutyusok, és még futott is, tehát a futóversenyen is elég jól teljesítettél, ugye? Igen, kis tündér. A divat bemutató és a jelmezverseny után a Pólus kutya kiképzőiskolái volt a főszerep. Nem is gondolnánk, milyen sok viselkedési problémával küzdő kutyus van. A menhelyi kutyák problémáitól az elkényeztetett kutyákkal kapcsolatos gondokig mindenféle viselkedési zavarra kínáltak itt megoldást. Mi elsősorban arra törekszünk, hogy a kutyusok megtanuljanak normálisan együtt élni a gazdival, szocializálásra, illetve hát avval foglalkozunk, hogy mindenféle olyan gyakorlatot, amikor van egy túlmozgásos kutya, hogy le tudja fárasztani a gazdi, le tudja mozgatni, illetve egy szabadidős sportokat nyújtunk a gazdiknak. Az eseményen a felelős állattartásra is felhívták a figyelmet, illetve szó esett az elsősegélynyújtás fontosságáról is. Sok gazdi ugyanis nincs mindig tisztában azzal, hogy vészhelyzet esetén mi a teendő. A Nyújt segítő Mancsó című könyvben azonban minden lényeges kérdésre megtalálhatjuk a választ. Azért vagyunk itt, mert szeretnénk felhívni a kutyagazdik figyelmét arra, hogy az első segély nem csak az emberek, hanem a kutyák esetében is nagyon fontos, és az ő esetükben sem a diagnózis felállításról és az otthoni kizárólagos kezelésről van szó. Tehát az első segélye fájdalom enyhíthető, a további egészségkárosodás csökkenthető, és nagyon sok esetben igenis életmentő lehet, hogyha a gazdi tudja, hogy abban a bizonyos vészhelyzetben mi a teendő. Kiskutyák karneválja annyira jól sikerült, hogy a szervezők remélik, hamarosan újra megrendezhetnek egy ehhez hasonló eseményt. De a Kutyafest célja persze nem csak a hagyományteremtés és a szórakoztatás, hanem a támogatás és a segítségnyújtás is. Az újpesti rendőrnyomozó figyelt fel Újpest központ aluljárójában egy süket néma hajléktalanra, aki ruházatába rejtve ütlegelt valamit. Az igazoltatás során kiderült, hogy a ruházat egy üveg bort és egy felnőtt macskát tartalmazott. Az állatvédelmi járőrszolgálat azonnal a helyszínre vonult. Helyszínen lefoglalták az állatot, illetve a rendőrök mint kiderült román állampolgárt azonnal előállították. Később megállapítást nyert a bántalmazás is állatorvos által. A gazdát időközben felkutattuk, és az állatot pedig visszaszolgáltattuk neki. A nyomozást a rendőrség időközben lezárta. Az ügyet pedig továbbította az ügyészségnek állatkínzás vétsége miatt. Az elkövetőről annyit lehet tudni, hogy a férfi hosszas bűnlajstrommal rendelkezik. Nem ez volt az első eset, hogy intézkedés alá vonták őt. A macskát súlyos okos állapotban vette magához az állatvédelmi járőrszolgálat szakembere. Mindezek után természetesen orvos is megvizsgálta az állatot, aki többfajta fizikai sérülést is tapasztalt a macskán. Nyilván erről nyávogással adott tanúbizonyságot a macska. A cica most már szerencsére jól van, és visszakerült eredeti gazdájához, aki ezentúl úgy fog vigyázni rá, mint a szeme fényére. Az Állatmentő Liga ezután, az akció után sem unatkozott, egy sovány vizsla megmentésére kellett sietniük, akit már hosszú ideje nem etettek. Ráadásul az állatkínzás gyanúja is felmerült. Hogy végződött a mentő akció, kiderül a következő adásunkból. Tartsatok velünk legközelebb is! Küldjétek el kedvenceitekről készült vicces videó felvételeiteket, és a legjobbakat nem csak bemutatjuk, hanem díjazni is fogjuk. A mancsvár@mancsvar.com címre küldhetitek ezeket a felvételeket, és ne feledjétek, minden állatnak kell egy mancsvár. Ez volt a Mancsvár. Sziasztok!
A műsor fő támogatója a Fitaktív termékek hazai forgalmazója, a Panzipet Kft.